Újabb turisztikai attrakcióval bővült Tokaj hegyalja kínálata. Ez alkalommal Szerencsváros önkormányzata az egyedülálló fejlesztési projekten belül felújította a volt Szerencsi cukorgyár egykori raktárépületét. Az átadó ünnepségen Koncz Ferenc, a település polgármestere elmondta, hogy az épület önmagában nagyon fontos, de szükség van arra, hogy itt munkafolyamatok jöjjenek létre, és az új beruházásnak népesség megtartó szerepe legyen. A polgármester szerint ugyanis a jól képzett fiatalok sorra elhagyják otthonukat és külföldre költöznek. Az önkormányzat ezt szeretné megakadályozni. Ennek van egy szimbolikus jelentősége is, hiszen egy régi cukorgyári épületet élesztettünk újjá. Másrészt meg van egy reményénk szerint gyakorlati haszna is, hiszen egy olyan interaktív csokoládé múzeumot tervezünk ide, ahol a látogatók maguk is állíthatnak majd elő csokoládét, és úgy gondoljuk, hogy egy egészen különleges, egyedi csokoládi panoptikummal pedig messzi földről is hozhatunk ide látogatókat, és hát ez valamilyen módon munkahelyteremtésbe, városi bevételbe is megjelenik majd a jövőben. Ezt kívánjuk majd ebben az épületben hát működtetni. Mint ahogy most látjuk, az épület fizikai értelemben készült még el, míg ezt az épületet meg kell tölteni tartalommal, és hát az udvart rendbe kell tegyük, és a külső megjelenését is úgy kialakítani az épületen túl a környezetének is, hogy ez egy vonzó lehetőség legyen itt Szerencsen. Úgyhogy ehhez még további feladat és további munkára van szükségünk. Az eseményen elhangzott, hogy nem elég ma egy borvidék, kell egy olyan turisztikai attrakciókkal, intézményekkel, szolgáltatásokkal bíró hely, ami a városba vonzza az embereket. Schulz Gábor, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Ügyvezetője sok lehetőséget lát Tokaj hegyaljában, ezen belül Szerencsben is, hiszen ez a térség tud együtt és előre gondolkodni. Salamin Miklós, a raktárépület tervezője szerint ékköve lehet a városnak az egykori Szerencsi cukorgyár felújított raktárépülete. Az ünnepségen Mennyi Roland országgyűlési képviselő kiemelte, hogy nem csak a gazdasági növekedés a cél, hanem az, hogy komfortos életteret alakítsunk ki. Európa gazdasági növekedése a következő 20-30-50 évben az Kelet-Közép-Európában történhet meg. Ennek a régiónak pedig az éllovasa, a motorja az Magyarország. Magyarországon belül pedig a dinamikus növekedésnek a lehetőségei, feltételei azok itt Felső Magyarországon adottak a legjobban. Innen már csak egy lépés, hogy Tokaj hegyalja nagyon erős, hagyományos értékeit bevonjuk ebbe a gazdasági építkezésbe. Ezért létezik egy elképzelés, létezik egy stratégia, kibontva ezt a stratégiát, hogy minden egyes iparágban, amit nem csak hagyományos, hanem akár betelepülés megújuló is lehet, nagyon komoly investíciókkal, társadalmi politikai elképzeléseink mellett, magyarul, hogy a megtartó erejét növelve a vidéknek, a foglalkoztatás bővítés érdekében nagyon fontos befektetéseket és állami fejlesztési tervvel történő fejlesztéseket kívánunk végrehajtani. Ma, ahol állunk, az ennek az iparág csoportnak az egyik szegmense a turisztika. Ugye nem lehet csak a szőlészet borászatból és a direkt módon hozzá kapcsolt turisztikából fenntartani egy vidéket. Ez sokkal több kell. De ezeket sem szabad sem elhanyagolni, sem elfelejteni, sőt fejleszteni kell. Ma a turisztika volt napirenden, és Szerencs volt napirenden Tokaj hegyalján, de biztos vagyok benne, hogy Szerencsre hamarosan egyéb iparágok nagy beruházásai is, illetve egész Tokaj hegyaljára a egyes hozzájuk illeszkedő hagyományos értékeket nyugvó további beruházások fognak érkezni, hiszen a fejlesztési program pont ezeket készíti és finanszírozza. A fejlesztés során a volt raktárépületet kívülbelül felújították és akadálymentesítették. Ennek köszönhetően az építészetileg értékes, helyi védelem alatt álló épület alkalmassá vált arra, hogy bemutathassa a település hírnevét adó Szerencsi csokoládégyártás történetét, meglévő tárgyi emlékeit, és létrehozzon egy helyi ipartörténeti múzeumot. A jövőben szeretnék itt kiállítani a városban rendezett csokoládéfesztiválok nagyméretű csokoládéból készült szobrait, valamint létrehozni egy csokoládé panoptikumot. Koncz Ferenc abban bízik, hogy a térség profitálni fog a felújított létesítményből.